A forgalomszabályozási munkacsoport közel egy esztendőn át dolgozott azon az előterjesztésen, melynek eredményeként várhatóan biztonságosabbá válik Tornaszűk utcáin a közlekedés, és szabályok közé terelődik többek között a parkolás is. A munkacsoport által készített anyag a nyár folyamán került társadalmi vitára, amikor is lakossági fórum keretében ismertették a terveket, majd várták a helyiek véleményeit. Július 23-án lakossági fórumot tájékoztatást tartottunk, előtte szakmai kontrollra, rendőrségre is elküldtük a munkaanyagunkat. Augusztus végéig gyűjtöttük a lakosság észrevételeket, javaslatokat, tapasztalatokat, amikor újból a munkacsoport összeült, ezeket átnézte és véglegesítette a szabályozási anyagot. Körülbelül 30 fő jelent meg a lakossági fórum, és utána is e-mailben, egyéb formában érkeztek megkeresések. Voltak benne olyan jelzések, amit maga a munkacsoport is már korábban tárgyalt, és ugyanúgy gondolkodott róla, de nyilván voltak olyan lakossági jelzések, elsősorban egy irányosítással kapcsolatosan, amit kifogásoltak, illetve hát átgondolásra javasoltak a lakók. Érthető nyilván, akit érint közvetlen módon, az nem feltétlenül úgy gondolkodik, mint a nagy közösségi érdek, de hát nekünk mindenek előtt azt kell szem előtt tartani a teljes város tekintetében, illetve az itt város teljes területén közlekedők tekintetében kellett a forgalomszabályozási intézkedéseket meghozni. A legnagyobb mértékű változásokat az egyirányosítás jelenti. Ez 9 utcát érint Tolnamös területén, Tolnán, a Bocskai, a Mikszát, a Vörösmarty, a Táncsics, a Kinizsi, a Tavasz és a Szent Imre, míg Mözsön az Alkotmány és a Hunyadi utcában változik meg a forgalmi rend. Ezek valóban a koncepció szerint szükségszerű döntések. Igazából amiben tegnap a részletes tárgyalás folyamán kitértünk több esetben, azok a parkolási szabályok, illetve megállási várakozási szabályok. A bizottsági tárgyalásokon fölmerült az, hogy egy külön koncepciót kellene készíteni a parkolási rendre, főleg a belvárosi részben. Ez gyakorlatilag így gondolja teljes egészében a testület. De egyébként parkoló létesítésre csak javaslatokat tett a munkacsoport, hiszen az nem a forgalomszabályozás eszköztára, mi ezekben nem dönthettünk. Ugye az alapkoncepció ugye egyébként pedig a forgalomszabályozásnál az volt jogszabállyal összhangban, hogy zavartalan, biztonságos közlekedés megvalósítása a közutakon, tehát minden esetben a döntések mögött ez volt a vezérlő irányelv. Szerencsés egybeesés volt, épp tegnapi nap folyamán értesültünk a kormányinfón keresztül arról, hogy a korábban nyár folyamán beadott útfelújítási pályázatunk támogatást nyert, mintegy 23 millió forint értékben. Ez azért volt érdekes, mert olyan útszakaszok kerültek ebbe a pályázatba beépítésre, amelyekre gyakorlatilag, ez a forgalomszabályozási módosítás megvalósul, az egyirányosítások véget ráterelődik a forgalom. Az nem lenne szerencsés, ha rossz minőségi útakra terelnénk a forgalmat, ezért ugye amikor a pályázatot beadtuk, ezt tekintettük, ezt szem előtt tartottuk. Hála Istennek, vagy mondhatom szerencsés módon éppen a döntés napján értesültünk arról, hogy támogatásban fogunk részesülni. Kivitelezés időpontját nem tudjuk, nyilván szeretnénk szorgalmazni, hogy ezek az útszakaszok, ha az időjárás is engedi, akkor lehetőség szerint még az idei évben megújuljanak. A szabályozás november 30-ával lép életbe, ami azt jelenti, hogy az előkészítő szakaszban új forgalomirányítási táblák kerülnek kihelyezésre az említett utcákban. Nagyon fontos ugye, hogy kereszteződésekbe beláthatóság biztosítása, tehát kemény munka lesz az is majd, hogy kereszteződésről kereszteződésre járva megfelelő módon szakszerűen kerüljenek kihelyezésre, és gyakorlatilag november 30-ával feltárásra kerülnek majd ezek a jelzőtáblák, addig ugye egy letakarást fogunk alkalmazni, tehát nem folyamatában, hogy egyik napról feltűnik egyik utcában, hanem egyszer, de előtte egy teljes körű lakossági tájékoztatást fogunk tartani, tehát terveink szerint minden háztartásban egy összefoglaló tájékoztató anyag el fog jutni, amiben valamennyi a városban bevezetésre kerülő módosítást fel fogunk tüntetni.